srácok, ismételten itt vagyok, ismételten egy hosszabb sétával egybenyúló kis beszélgetés következik. Most ismételten dolgomat megyek intézni, és azt nem mondom el, de ilyen postaszerűség, majd még lehet benézek vásárolni. Most haladunk el a Gömöri pályaudvarra tartó híd alatt, és ismételten, mivel egy ilyen pár perces sétáról van szó, innen a Sejemrétről a színva, így egy kicsit, itt van bent a hátam mögött a híd, pont úgy akartam mutatni, hogy átjövünk alatta, hogy ismételten megmutatom egy pár darab részét itt Miskolcnak. Ez a része most jelen pillanatban a civilizáció felé tartó része felé közeledő utca, mondjuk úgy, ez a Bajcsin-Zsilinszky utca, szóval itt lesz majd kettő iskola egymással szembe, az Andrássy és a Bláthy Ottó, és mind a kettő ilyen elektromossággal és villamossággal foglalkozó iskola. Ez természetesen nem maradhat ki szemből, és majd mögöttem a villamosok, és folytatom mindjárt a videót. Ráadásul olyan jó, most délutáni forgalom van, és nagyon sok villamos fog jönni, ugyanis délután van, és jönnek haza az iskolások, több járatra van szükség, így szinte ugyanaz van, mint reggel a 6-8 órás időszakban, hogy 5-6 percenként jönnek a villamosok, és a hátam mögül ismételten egy villamos, valamint majd nem soká érkezni fog szemből is egy. Itt is van. Ez most jelen pillanatban a felső majlátos Skodánk, szóval ez most felmegy felső majlátra, és ami szemből jön majd, az is több mint valószínűleg, hogy egyes villamos, az már viszont a Tiszai pályaudvarra fog jönni, és felső majlátron indul. Milyen jó lenne, hogyha most mind a kettő egymás mellett eljönne. Ó, keresztezték az útjukat, úgy látom. Nagyon szép, nagyon szép. Jók ezek a Skoda villamosok, tetszenek. Valószínűleg lesz egy olyan videó is, amikor innen a Sejemrétről majd egészen felsétálok a Népkertig, de az most még egy kicsit várat magára, ugyanis már holnap dolgozom ismételten. Úgyhogy ez a videó még várat magára, de nem sokára folytatom. Át fogunk menni a következő utcára, oda szembe. Az ott a Andrássy Gyula szakközépiskola. Itt mögöttem pedig itt van a Bláthy Ottó, azt pedig majd az Andrássytól fogjátok látni. Ott szemben láthatjátok a Bláthy Ottó szakközépiskolát, és természetesen mivel ennek a videónak a fele egy közlekedési videó, így meg fogjuk várni azt az egyes villamost, és a mi útunk innen körülbelül még 5 perc lesz. Szóval olyan utcáról láthattok videókat, ahol nem nagyon voltak még felvételek. Na de, lássuk ezt a Skoda villamost. És befordulunk, itt van ugyanis a Soltész Nagykármán utca, és itt a Soltész Nagykármán utcai megállóhely. Ezért ne az egyszerűbb úton menjünk el a Színva Parkig, pontosabban a Színva bevásárlóközpontig. Átjövünk egy téren itt a Tiszk mellett, ugyanis itt van egy játszótér, ezt majd itt mindjárt megmutatom, és egy lakópark van itt. Így, körbeforgok, és itt a játszótér. Ott van a csúszda, és visszaforgok, ugyanis vagyunk útközben. És ennek az útnak a szemben itt van egy út, és mellette megy a Színva patak, és akkor a Színva patak mellől fogok nektek még videózni. Ez egy ilyen kis belső utcácska, nyugis környéknek mondhatnám,
de nem nagyon szeretek erre felé járkálni, bár innen is meg lehet közelíteni a Színva parkot, szóval egyszerű az út. Na és hogy beígérjem nektek, nem kell beígérni, itt van a Színva patak. Hát ez egy ilyen holtága vagy fenelje lehet, ez itt az eldugottabb része a dolognak, és erre folyik el arra felé. Itt már van egy kanyarulat, szóval mi pedig még mindig arra tartunk, és ennek a háztömbnek a végénél már ott van az Interspar felirat, szóval ott leszünk mindjárt mi is. Természetesen mi először is a postát fogjuk megcélozni. Kis nyugodt környezetben lehet videózni, ahol nincsen sok ember, innen jó videókat gyártani, és látjátok már ott háttérben sejlik az Interspar logója, szóval mi itt fogunk elmenni, és úgy fogunk átmenni a Színva parkhoz, és onnan majd láthatjátok a köztes hidat, ott a zebra, és ott van a járda, ott fogunk elmenni mi is. És természetesen ott vagy a villamos. Itt a Színva, itt folyik a Színva park mögött. Nem annyira mély, de eléggé ocsmánygyúvás. Szóval tisztábban is lehetne tartani ezt a környezetet. És azért azt megmutatom nektek, hogy nem éppen emberbarát idő van, ezen is ott van a csodás kis derecske. Szóval ilyen hidegbe kell kijárkálnom videózni, hogyha valami témát akarok. És ott rejlik, ott az egyik utunk, és természetesen mi nekünk elsődleges célunk most a posta lesz. Oda indultam alapjáraton, de gondolom megmutatom ezt a kis utat gyarokszeren, és láthatjátok, hogy milyen érdekes utcák meg elrendezés van itt. Itt van a közvetve előttünk a, hogy mondjam, parkolóház, és mi pedig onnan fogunk kifordulni jobbra. Szerintem most értünk el a Színva park egyik leghangulatosabb kis sétáló útjához. Itt padok vannak kirakva, valamint innen csodálhatjátok meg eme csodás folyót, ami nem más, mint egy patak, a Színva patak. Itt folyik el, és itt van a Színva park épülete, valamint ott van abban az épületben a Media Markt, valamint a UPC is ott van fent, szóval sok márka összegyűlik egy helyen, és természetesen egy 24-es busz ugyanis innen indul a Színva parktól. Ez a busz kérlek szépen a repülőtértől közlekedik idáig, és úgy fordul vissza. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjátok be a lájkot, iratkozzatok fel, és az UCTL teljesítve minden dolgomat elintéztem, és még világos van, világosba érek haza, nem úgy, mint a jégkorongos videókban, mindig este érek haza. Megköszönhetném köszönni nektek a megtisztelő figyelmet, ha tetszett, lájkoljátok be a videót, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és ha nem tettétek volna meg a csengőt, mivel az is fontos, mert értesüljük az összes videóról, amit feltöltök a csatornára, szevasztok, találkozunk legközelebb, én Zodiac voltam, csősztök!